Modulátorok Korszakváltó fiatal zenészek a jazz és pop határán Modulátorok Podcast sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával a mikrofonnál Kovács Nagyember László. Sziasztok, köszöntök mindenkit a Modulátorok Podcast sorozat utolsó, illetve majdnem utolsó epizódjában, mert lesz még egy plusz epizód, de most nem erről beszélünk, hanem arról, aki itt ül szemben, és a huszadik rész szereplője, és szándékoltan őt tettem a sorozat végére. Remélem a beszélgetésből kiderül, hogy miért. Farkas Zoltán, akit bátran nevezek a barátomnak, remélem nem sértődik meg, és akinek a titulusát is mindjárt megbeszéljük. Szia Zoli Szia Laci, köszönöm a meghívást, és nem, hogy nem sértődök meg, uh -huh. hanem hát én is így gondolom, úgyhogy megtiszteltetés, hogy... E, talán hallják a hangodon a hallgatók, hogy mondjuk nem vagy már 20 éves, bár nem csak a húsz évesek a világ, úgyhogy ezzel semmi baj nincs, hogy az ember nem 20 éves, viszont olyan aspektusából vagy benne ennek a korszakváltó generációnak az életében, hogy ez mindenképpen indokoltát tette a meghívásodat. A kronológiában el fogunk odaérni, de te is megkapod azt a kérdést, amit minden vendégem elsőnek kapott meg. Ez pedig így hangzik, hogy zenész családból származol vagy, tudom, hogy nagy gyerekeid vannak, vagy te magad vagy egy zenészfamilia alapítója. Hát, is-is. Ez jó. Is-is és nem is, ugyanis a helyzet az, hogy nálunk a, a apai ágon generációkon át az volt a stratégia, hogy tanulj zenét, vélem, legyél jó zenész, de legyen polgári szakmád. Tehát ez szerintem nincs ezzel baj. Ez, ez, ez olyan szintre jutott, hogy édesapám és nagyapám is mester szinten zongorázott, apám az különösen, hát az fantasztikus, a mai napig úgy zongorázik, hogy, hogy szerintem színpad képes, de hát hmm. nem ezért csinálja. És nekem az azért nem ment annyira, pontosabban nem kötött le, viszont kilenc éves korom óta dobolok. Ami de az azért van, mert minden gyerek dobolni akar egy ponton, és te is rájöttél arra, hogy jobb ütni a bőröket. Ezt nem tudta megfejteni a család, <laughs> hogy nem tudta megfejteni a család, hogy vajon egy nekem ajándékozott és ütőhangszereket is mutató könyv alapján kezdtem el dobolni, vagy pedig azt a könyvet már azért kaptam, mert akkor már csörömpöltem. Aha. De egy biztos, hogy ez a, ez a klasszikus lábasokat üt, mindenből dobot uh -huh. csinál, ez nálam megvolt. És a mai napig megvan egyébként. Úgyhogy a középiskolában nyilván előfordult az, amikor az ember dobolt az asztalon, és akkor matek tanárnőnk drága helléva megkérdezte az osztálytársaimat csugva, hogy gyerekek, a Zoli az egyébként normális, tehát frankó minden. Úgyhogy ez így ment, és így megy a mai napig. Tehát akkor ez már viszonylag hamar eldőlt. Volt, vagy emléked van a fiatalkorodból arról, hogy hallottál egy dobost, tehát mondjuk példakép, mert ugye zongoristák voltak körülötted. Hallhattál valakit, tévében ment valami koncert? Vagy Egyszerűbb nem az élet. Na. Fővárosi nagy cirkusz. Igen. A zenekar. Ott nyűgöztek le először a dobosok. Ugye, mert a zeneakadémiára nyilván hurcoltak a szüleim, és hát ugye általában olyan darabra vittek, ahol, ahol komoly ütős kar van. Uh -huh. Tehát Ravel művek nyilvánvalóan kielit, ja, Tehát egy csomó olyas, ami a zenérodalomban, a klasszikus zenérodalomból végigvették azokat, ahol ahol minél több és minél hangosabb dob van, azt mi megnéztük. Igen, ám, de ugye hát a klasszikus zenekarban klasszikus hangszerek vannak, na de a cirkuszban ott rendes, könnyű Igen. zenekar Igen. van, és hát ott a dobos az elképesztő volt. De hát ott ugye a komoly dramaturgiai szerep van a, a dobosnak. Az Messze túl mutat a zenekaron, amennyire én emlékszem, hogy a, a, a bohóc mellé is adta a, a, az aláfestést, tehát hangefektus is volt, mindenféle produkcióknál pergődob, szóval annak ott kiemeltebb szerepe van, nem? Ez igaz, ez nekem pont mindegy volt. Engem a zenei része érdekelt, tehát az, hogy megszólalt egy jó szamba, megszólalt egy ratlin zene, és hogy abban milyen fantasztikusan Aha. játszott a dobos, az hogy az embert elvarázsolta. És hát ebből aztán az ember, ez, ez olyan kicsit olyan, mint a bolygók, meg a, meg a gravitáció, hogy, hogy ha akarja, hanem az ember oda sodródik a, a hangszer mellé előbb-utóbb. És hát velem is ez történt, hogy ja, 9 éves korban elkezdtem zeneiskolában ütőhangszer tanulni, fantasztikus tanárom volt Varasdi Ernő személyében, aki a, az Operaház egyik ütőse volt, és a Filharmoniai a Társaság zenekarának egyik hmm. ütőse. És aztán átkerültem emellett Kovács Gyulához, aki a magyar jazzdobosok ugye volt sokáig, és ezzel párhuzamosan játszottam szimfonikus zenekarban is, az István Gimnázium szimfonikus zenekarában, ami, ami nagyon fantasztikus tudást adott abban az értelemben, hogy megtanultam karmesterre játszani, megtanultam kézre játszani, megtanultam ugye rendesen kottát olvasni, zenekarban nem megijedni, és ez, ugye milyen az élet? Mérettségi után 18 évesen kikötöttem holó Aurél barátom jó volt távol a Rockszínház zenekarában a Jézus Krisztus Superstar Magyarországi bemutatóján az a körüli produkcióban bekerültem ütősként. Ez volt az első ugye közeli találkozás, de elég hirtelen mélyvizes találkozása a profi zenész léttel. Uh -huh. És Hát onnét kezdve vége volt ugye mindennek, és az embert ez végletesen megfertőzi. Tehát Beszippantott. Be, hmm. be, be. Egyébként... De emellett lett, nyilván nem témája ennek a beszélgetésnek, de a családi hagyományt folytatva lett emellett polgári foglalkozásod, vagy csak ennek szentelted lett, magad? Van, van pár. Lett, van? Jó, van, okay, van, jó, van, 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 van. Tehát legyen rendes munkád is, fiam. Lehet, igen, nincs probléma, de egyébként... Azt kell, hogy mondjam így visszatekintve, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt, talán nem is csinálhattam volna mindazokat a dolgokat, vagy nem is tudom, hogy hívjuk projekteket, amelyeket a amelyek okán ma itt vagyok Igen. nálad. Hogyha nem végzem el azokat az iskolákat, nem kerülök azokba a szituációkba, mert ugye hát nem, nem titok, hogy kiadóként, zenei menedzserként Pontosan. vagyok most így itt. Van. Uh -huh. És azért ebbe a Szférában nem kerülhettem volna be anélkül, hogy ne legyen valamilyen üzleti képzésen, ne tudjak valamit a tárgyalásról, ne beszéljek jól angolul, uh -huh. egyáltalán ne nézzek ki mondjuk most nem a fizikai megjelenést, illetően, hogy egyáltalán a kommunikáció... A, a megjelenés. Az általános jelenség az ne legyen mm. egy, egy elfogadható üzleti partner, mondjuk egy, egy külföldi amerikai számára. Tehát ebben az értelemben sokat segített az, hogy hogy, hogy nem csak zenekari töltöttem az elmúlt 30-valahány mm -hmm. évet, és... És hát volt a kép a összeállt, tulajdonképpen mondhatjuk, tulajdonképpen hogy most ma kijelenthetjük, jön. hogy mindennek volt értelme, ami történt vele, mert valahol van. elhelyeződött ebben a Igen, történetben. és ezért rendkívül hálás is vagyok. Vigyük még egy kicsit a, a kronológiát, hogy bekerültem a rokszínházba, Ugye én mindenkit arra buzdítok, hogy mondjon neveket, tanárokat, kollégákat, hogy kirajzolódjon, hogy ki kinek az évfolyam társa, barátja, haverja volt, mert azért mégiscsak egy zárt kör ez a zenész szakma, tehát eddig mondtál neveket, ezt tartsd meg ezt a jó szokásodat. Hogyan haladtál innen tovább? Mi volt hát a következő? Um, ugye? De érdekes dolog volt ez a egész családom féltett, most nem akarok túl sokat beszélni arról az időszakról, de, de, de talán a szülőknek érdekes lehet, vagy akik, akik mint én, szülőtársaim, <fix> hogy átérzik ezt a problémát, hogy újak 18 éves kisgyerek bekerül a, a Hát most ki honnét nézi, de hát ugye mégis csak a... A fertőbe, a show a, leg. a, Hát igen, a rock, uh -huh. a, fú, a könnyű a hosszú a bulizós, a mit tudom én, és borzasztóan aggódott értem családomnak egy jelentős százaléka, és ugye az ember megtapasztalta azt, amit azóta szántalanszor látott igazolni, hogy az igazán jó szakember, komoly ö, szakmáját komolyan vevő zenész, az, az tulajdonképpen teljesen normális, ö, és a szónak a legjobb értelműbe vett jó életet él, hogyha, hogyha odafigyel magára, odafigyel a szakmájára. Tehát engem nem, hogy nem vittek bele semmi ö, úgymond ö, olyan dologba, ami, ami később visszaüthetett volna, most itt gondolok, szenvedélybetegségre, stb., mm. hanem éppen, hogy visszatartottak mindentől, a pulizástól, a, a, a mizért, tehát rátettek arra a profi, most tényleg nem tudok jobb szót rámondani, a profi, a, profi, a profi hozzáállásra, ami, 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 ami alapvető ahhoz, hogy az ember valahova eljusson, szerintem bármilyen szakmában, de zenébe különösen. És hogy mondjak neveket is, hát ugye abban az időben a Rockszínházban az mostani apostol együttes tagjai voltak a fő ö, ö, zenészek, de egyébként az, a, a, az akkori zenei világ és a mostani zenei világ nagyon sok kiemelkedő képviselő ott volt. Hát Pálmai Zoli volt az egyik dobos, a, aki ugye Hobó, P-Mobil, uh -huh. a magyar rock élet Igen. egyik ikonja. Szabó Feri volt a másik dobos, akitől azóta is rengeteget tanulok mindkettőre különképpen mentoromként tekintek, Baranszki Laci, aki szenzációs gitáros, Mákómiki, Miki, trombitás, Fekete Tibor, Samu, basszusgitáros, atyai jó barátom. Én nagyon sok olyan nevet tudnék mondani, akik, akik, ugye az ember ennyi idősen már látja, hogy egyetlen találkozás sem véletlen, és ezek nekem mind-mind borzasztó hasznosak voltak. Hoztak-adtak. Hoztak-adtak, igen, feltétlenül mm. gazdag, gazdagították az életemet. És például, ugye Dorosmai Péter volt a hangmérnök abban az időszakban, látták, hogy érdeklődöm nagyon komolyan a dobolás iránt és mondták, hogy jó, hát akkor, akkor, akkor menj, menj, el, menj el tanulni, mondunk neked valakit, akihez menj el tanulni, és ő, ő majd segíteni fog, hogy, hogy, hogy tényleg belemerülj a szakmába. Ez a tanár Szanyi János volt, aki Dorosmai Péterrel és Szabó Ferivel együtt végezte a Jazz annak idején, és ő a tanításban specializálódott, és én szerintem, aki dobos Magyarországon, az nagyjából ismeri a nevét, de hogy más nem mondjak, Borlai Gergőt Hát igen, ő az őrült faragsa olyan, aki lett, de hát sok más is van. És a Szanyi Jánosról azt kell tudni, hogy ő, ő azt a, nem is tudom, tencú, minden szakmában ragyogóan kamatoztatható elvet követi, hogy szerezzünk meg minden információt arról a területről, amivel foglalkozunk. Próbáljuk meg szűrni, szintetizálni, kihozni belőle valamit, ami, ami nekünk testhez álló, és abból építkezzünk. Most ez azt eredményezte, hogy egy irgalmatlan mennyiségű információ jutott az emberhez, ami óhatatlanul nem csak dobolásról szólt, hanem, hanem mit tudom én, az amerikai Modern Drummer magazin valamennyi példányát elolvastam. Aha. Visszamenőleg, nem tudom. És ugye az ember akkor rengeteg mindent leszűr azokból az interjúkból, hogy egy amerikai zenész hogy dolgozik, mit csinál, hogyan él. Ekkor azért még nem volt YouTube, meg nem volt, hogy rákeresek így van. és megnézem a porkárot. Így, így van, így van, így van. És és ez a, ez a, ez a fajta tanulási metódus, ez, ez borzasztóan hasznosnak bizonyult. Ugye az is hasznosnak bizonyult, hogy akkor ugye az ember annyira beleszeretett a hangszerbe, meg a, meg a zenélésbe, hogy én simán szüleimnek hála, simán halasztottam egy évet a főiskolán, napi 8 órás gyakorlás, mert hiszen a nagyok is azt csinálják, egy egyáltalán megtanultam tanulni, megtanultam e, valamire tulajdonképpen egy élsportoló mentalitásával készülni. És én azt hiszem, hogy ha ezért is mondanám mindenkinek, hogy ha csak egy mód van rá, akkor, akkor engedje zenét tanulni, vagy bátorítsa a gyermekét, hogy tanuljon zenét, mert hogyha megfelelő helyen csinálja, és megfelelő hozzáállással csinálja, megfelelő információk birtokában csinálja, akkor egyszerűen tanulni fog, megtanulni. Hm. és meg fog tanulni koncentrálni. Ami az élet minden területén segíteni fog neki, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként később mi lesz belőle. Polgári szakmatanulásánál is jól jöhet, amit itt hát az, sőt. sőt, ez a te életedből kiderül. egy Kicsit levágjuk a kronológiát, mert én téged a lemezkiadásról akarlak nagyon sokat faggatni, és Parancsol. az időnk véges. A Roxin ház után mente tovább, és hogyan ért el a pályafutásod ahhoz, hogy Íróasztal mögé ülj, és másoknak a munkáját menedzsel. Hát mm, nagyon egyszerű volt. Annyi volt, hogy a Rock megszűnt 90-es köze, 90 évek közepén, és akkor nem találtam a helyem zenészként. Ugye el voltam kényeztetve, hiszen a az, az Rock az ember olyan darabokat játszott, mint az Evita, a Jézus Krisztus szupersztár, a Shock. Ezek nagyon jó zenék. Uh -huh. Nem olyan egyszerű. Hasonló színvonalú zenéket játszani, úgy, hogy egyébként az ember egy, egy magyar zenekart keres, aki hasonló szintű dolgokat csinál. Tehát más, más, más világ az. Nem is voltam annyira benne. A polgári szakma elszívott, ugye az ember családalapítás előtt uh -huh. volt, és ugye az emberről is tudjuk, hogy olyan, mint az áram, hogy a könnyebb ellenállás felé megy. Így van. Egy vonzó, anyagilag vonzó polgári szakma azért az, az komoly gravitációs erőt gyakorolt. De, hogy rövidre vágjam, 2000-2005-ben jutottam oda, hogy egy másoddiplomás képzés végén a műegyetemen szakdolgozatot kellett írni. És hát, úgy éreztem, hogy, hogy itt két választás van, tehát hogyha nekem a valami nekem Elég száraznak tűnő vállalati, nagyvállalati témáról kell írnom, akkor, akkor tulajdonképpen a metró eléugrás sem egy taszító opció. <laughs> és hála Istennek, a Velvárosban dolgoztam akkor, és ment, emlékszem, mentem az újságos mellett, és akkor volt a Time magazin elején Steve Jobs. A, az Apple alapítója. Az Apple alapítója, és akkor mutogatta az i podot nem iPadet, iPodot. IPod. az MP3 lejátszót. Az MP3 lejátszót, és akkor szólt az, hogy iTunes zeneletöltés, stb. És akkor egy szó, mint száz, én erről írtam a szakdolgozatomat, hogy digitális zene, kiadás, digitális zeneértékesítés, egyáltalán egy, digit, egy online vállalat alapítása zenei közegben. És hogy és utána ne Az, utána hála, hála, hála egy nagyon-nagyon kedves barátomnak, megtudtam csinálni ezt a megtudtuk csinálni ezt a vállalkozást ő, ő anyagilag és vállalkozási tudással segített és segít a mai napig. Ez a Beagle Beat Így Records, van. nevezzük Igen. meg rá lehet keresni bármelyik streaming szolgáltatónál a kiadóra is meg a darabja is, és, és, és itt megérkezünk a te szerepethez ebben a sorozatban, hiszen több olyan művész is szerepelt már, akik a zenész oldalát elég jól kiragozták ennek a dolognak. Hogy, hogy világítsuk meg ezt a korszakváltást, mert például az online, ugye a bakelittel, CD-vel és a megelőző időszakhoz képest, tényleg egy korszakváltás, hogy ezt egy lemezkiadó, és most megállok egy pillanatra, mert ugye régen a Mahasznál is magyar hanglemezkiadók szövetsége volt, aztán magyar Hangfelvétel kiadóra módosítottak, mert hogy a lemez már nincsen, szóval, hogy hogy néz ki a 21. században egy lemezkiadó élete? Régen ez aranybánya volt. Eladtátok a fizikai hanghordozót, és ha eleget eladtatok belőle, még a kalóz másolatokat le véve is elég szépen lehetett keresni. De ma már 13 ezer Spotify lejátszás után 0,15 cent vagy valami. Szóval megéri ebben a bizniszben dolgozni? Mondjuk el azért, hogy kit kiket menedzselsz, mert ugye van átfedés korábbi szereplőinkkel. É, igen. Hát kiadónknál van a Pete Project zenekar, akikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és akinek, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Köszönhetek Ferenc Péternek, pítnek személyesen én is. Nálunk van, nem szeretnék kihagyni semmit. Dolgoztunk Mákó Miklossal, dolgozunk Holló dolgozunk a Király Martinával, a Trio Ricardoval, aki Révész projektje. Gero és Forteva, hogy a lounge oh, is evezzünk és most megpróbál, kipróbáljuk magunkat poprok vizeken is, egy új zenekarral, a Ninety Gozzal. akkor nem nagyon vette el a kedveteket ez, hogy, hogy hangfe, hanglemez helyett hangfelvétel, mert akkor kevesebb lenne, kisebb lenne a portfólió. E, igen, egyébként tehát sokféleképpen lehet ezt nézni. Nyilván nem gazdagodtunk meg belőle, de nem is ráfizetéses a dolog. Ha üzleti szempontból nézem, akkor akkor ezt, ezt csak úgy lehet nézni, mint egy hosszú távú befektetést. Először is az ember ugye könnyen abban a hibába esik, hogy azt hiszi, mert ugye mi a nagy korszakváltást átéltük, ezt a, ezt a CD-ről digitálisra, CD-ről letöltése. Aztán streaming. Streaming, tehát ez, ez mind. És pont a napokban voltam egy konferencián, ahol egy külföldi előadó rávilágított arra számomra, most felismert tényre, hogy mióta világ -világ ez a világ, ez, a, változás, ez volt. Ugye a 40-es, 50-es évek, 60-as évek a Beatles előtt az AM rádióból, az FM rádióra, a fekete-fehér tévéről, a színes tévére, a kislemezekből, a szingölökből, az albumra, a bakelitről, a CD-re, tehát mindig volt valami, csak ugye nekünk az már mind múlt idő volt, és ezért nem vettük komolyan, uh -huh. és nekünk a mi saját válságunk meg... meg, meg Azzal küzdöttünk meg, igen. Diszrupciónk, vagy piac felborulás, uh -huh. meg technológia technológiafelborulás, nekünk az a lényeg, és azt érezzük egyedinek, de egyébként ez mindig is volt. És tehát a, a, mi, mi olyan hozzáállásra álltunk az egészhez, hogy mi alatt értem a műzlettársamat, a, a, a a Nikoszt és Jó magamat, hogy ez egy hosszú távú ügy, ez egy olyan... A, Szántóföld, ahol a 8-10 évre előre vetünk magot, és, hogyha és nem tudsz azonnal aratni. És nem tudunk és nem azonnal aratni, és nem is akarunk azonnal aratni. Sokkal fontosabb az, hogy ami majd végül kinő a földből, az finom legyen, izletes legyen, organikus legyen, jó legyen. És e, tényleg azt tudom mondani, hogy ha, ha anyagilag nem is mindig lehet rámondani, vagy legalábbis könyvelési szempontból nem lehet mindig azt mondani, hogy ez megéri, e, annyi élmény, Na hát a tapasztalat is mindjárt, mindjárt, igen. ért, mióta ezzel foglalkozom, amire semmilyen más módon nem tehettem volna szert. És vajon hogy tudja az ember számszerűsíteni azt, hogy Dave Na, itt állj meg egy Igen, mert, mert ugye Pete is volt a vendégünk, meg a Herold Peti, aki játszott ugye a Pítékkel az első időszakban, és talán példaként őket azért lehet hozni, és el is mondtuk többször, mert nincs más olyan magyar előadó, aki ennyit szerepelt volna a Billboardon, mint a Pete Project, és te úgy bekerültél a contemporary pop vagy smooth jazz világának az első vonalába, ahogy ez szerintem más műfajban, más magyar művésznek, meg kiadónak soha az életben nem sikerült. Hát, hogy, hogy ez hogy? Ez hogy? Hát hát nem tudok jobb kérdést feltenni. Hát a, 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 a körülmények együttállása végül is ezt eredményezte. Nagyon. Sofkal nézőpontban lehet nézni. Lehet nézni innét azt, hogy, ugye, hogy hogyan veszi a bátorságot magának egy kis magyar kiadó, egy gyakorlatilag induló null es magyar zenekar, hogy megpróbáljon kijutni amerikai rádióhoz és amerikai fesztiválra. De miért ne? Hát ez a miért ne, igen, tehát, és itt most nem a, a vaklovaknak a bátorságáról van szó, hanem, hanem én személyesen magam nagyon-nagyon hiszek a magyar zenében. És most a magyar zene alatt értem a teljes magyar zenei életet. Tehát úgy érzem, hogy ez egy olyan erőforrása a világ ezen tájának, amely nincs eléggé kiaknázva. És ezt miért mondom? Azért mondom, mert ha visszagondolunk a magyar zene történetére, azért az, az egy töretlen fejlődési ív. Tehát nekünk Liszt-Ferenc óta minimum mindig van valakink, akire fel tudunk nézni. Meg Ez a világ egy, is. És a világ is. És, nem, és, itt, és itt generációra generációra mindig vannak mesterek, mindig van. Ez egy tulajdonképpen mintaszerű töretlen fejlődés, hogyha most a, nem a részletekben merülünk el, és Bilágos. nem a, a, a személyes nehézségekben, tragédiában merülünk, de minden, azért nem sok ilyen területe van, ha belegondolunk a, egy, egy ország életének, vagy egy, egy régió életének, hogy, hogy, hogy generációkon át mindig jobb és jobb lesz. És ugye van egy olyan aspektus a magyar életnek, ami nem mindenki számára tudatosult, szerintem még a kollégák között sem. Erre egyébként, ezt nem én találtam ki, szakcsi lakatos Béla említette, hogy a, hogy a cigányzene, mint a magyar zene kultúra szerves része, ez egy hozott nagyon, egy nagyon fontos dolgot nekünk, az improvizációt. Ez más zenei, európai zenei kultúrákban, vagy az USA-n kívüli zenei kultúrákban nem olyan egyértelmű, sőt. Uh -huh. És ez a zenei képzésünk is nagyon-nagyon jó. Na jó, de ez még, még mindig nem feltétlen elegendő ahhoz, hogy kiús ráadásul. Ez a korszakváltás, ez amiben töm... benne vagy, ez azt jelenti, hogy mindenkinek kinyílt a kapu. Mindenki ez így tud Youtube-ra tölteni, ez így van. mindenki tud e-mailt írni egy rádiónak. Ez így van, ezért mondom, hogy hogy többfajta nézőpontból lehet nézni dolgot. Innét nézve ez volt, hogy, ugye, hogy a bátor magyar gyerekek nekivágnak az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok felül nézve ez úgy nézett ki, hogy hú... Exotikus. Közép-Európában Ezek jurtában valaki... laknak, tudom ez. ez, ez nem ne gondoljunk, gondoljunk érted a, a értem, a... értem, 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 Gondoljunk arra, hogy, hogy milyen, Európa minél, mi, 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 az, aminél nincs menőbb. Hát nincs menőbb annál, mint egy jó amerikai kocsival furikázni. Mm. Ugye? Egy, most, egy, Igen. egy, jó Dodge, egy Mustang, egy akármi. Hát a kinek mi? És, Euró... és Amerikában pedig nincs menőbb dolog, mint európai kocsival furikázni. És mondok még egy érdekes tapasztalatot, amelyet... No. Uh, ugye emlékszünk, hogy még a 9, a 2000, nem is tudom. Tehát mióta van iPhone, az mekkora dolog nálunk, hogy iPhone, 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 iPhone. És itt most ugye, uh, kénytelen az ember márka nevet mondani. Lehet, itt lehet. Uh, lehet. Uh, Oké. Okay. Uh, Floridában pont egy jazz kapcsán, mikor kim voltam, mászkáltam egy áruháznak, egy, egy ottani Tesco-nak az informatikai részlegén, és kerestem Apple-cuccot természetesen a fiamnak, és miközben keresgéltem, néztem a jegyzeteimet a telefonomon, és az áruházi eladó, aki egy fiatal srác volt, gyakorlatilag kikapta a kezemből, természetesen <laughs> udvariasan, de de ugyanaz a, 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 ugye az elvonási tüneteket mutató ö, szenvedélybeteg tüneteit mutatta, mint nálunk annak idején egy, egy iPhone. Uh -huh. kereső. És nem, kezembe egy Sony Ericsson telefon volt, ami ott nincs. Tehát most csak arra azt akarom mondani, hogy a szomszéd kertje mindig zöld, de ez valahol. Az is. Arra elég volt, hogy nekünk, mint első uh -huh. közép-európai érkezőnek minimum egy induló figyelmet adott. Ez egyébként egy nem túlbecsülhető érték, mert meggyőződésem, hogyha oda megyünk Detroitból, nem biztos, hogy kapunk ekkora figyelmet. Biztos, hogy nem. Biztos, de hogy nem. ezek így hozzá kell tegyem, uh, ugye, amit mindig mondok, hogy sok mindenről beszélünk itt, de alapjában az, ebben a szakmában és ebben a műfajban az én érték, értékrendem szerint a zenének rendbe kell lennie. Tehát utána tudunk bármiről is beszélni, hogy a zene rendben van. És azért ez egy óriási dolog, hogy nekünk ezek a fiúk, akiket te interjú voltál, élükön Ferenc Péter Pittel, ezek olyan minőségű zenét csinálnak, ami ugye, az, az, hogy tetszik-e valakinek vagy nem, az egy más kérdés, de hogy alapjában jó, ez egy kitűnő minőségű valami, produktum, arról nem nagyon lehet vitatkozni. Ezt vakteszten lehetne eldönteni, hogyha két bitang amerikai zene közé valahogy négy közé betennél egy magyart, és vaktesten kéne egy egyszerű hallgatónak megmondani, hogy melyik a magyar, meggyőződésem, hogy nem tudná megmondani. Hát hála Istennek az amerikai rádiósok semmint tudták megmondani, ezért került sor. Még jó. De a lényeg az, hogy ugye itt, itt és még egyszer, a, ugye abban az időben, amikor mi ennek nekifutottunk, akkor az a technológia még új volt, Én mert mint a technológia értem azt, hogy a digitális zene ezek akkor kezdtek el menni. A, az ottani marketing platformok akkor indultak. Ezeknek az ember megfelelő utánaolvasással azért nyomára tudott bokkanni. És akkor, akkor így összeállt a kép előbb-utóbb. Csak hogy mikor sikerült bejutnunk Kinti rádiókba, akkor utána már hozta magát az első fesztivál, hozta magát a második fesztivál fellépés. Ugye, tulajdonképpen arra kellett vigyázni, hogy ne tévesszünk, ne csináljunk olyat, ami ami, ami, hát, ami, elejét veszi esetleg, vagy megakadályozza a további meghívásoknak. Tehát az ember legyen ott mindig pontosan, legyen korrekt, Én, amiről szó van, az legyen úgy, Egyébként játszon jól. Tegye oda magát. Igen, legyen megbízható partner, ugye a szónak a leghétköznapi bértelmében. És ez egyébként nem rajta, tehát percig nem akarom azt mondani, hogy ez rajta múlott, mert a zenészeken és a zenekarokon és mindenkivel, akivel dolgoztam, ez legalább annyira múlik. Tehát itt mindenkinek ott kell lenni, ez, ez olyan, mint egy, egy étel, hogyha bármelyik eleme nem úgy kerül a fazékba, mm. nem olyan minőségű, akkor nem fog összeállni a leves. Egy kicsit levágom, már egy csomó mindenre nem lesz időnk, hogy beszéljünk róla, de azért ugye azok a zenészek, akik ezt zenészként megélték, azok közül az egyik azt mondta, és sokan vágynak, mert az Amerika még mindig nagy piac, sokat lehet gondolom keresni, ha egyszer nagyon befutsz. De a Harold Petty volt, aki, aki szintén szóló karriert is építget magának, meg néha vannak, de és ő mondta azt, hogy rákérdeztem, hogy hát, hát tök jók a dalok, meg nek sem különböztetett, hogy akkor mi van ezzel a külföldi, és azt mondja, hogy neki az a véleménye, hogy ahhoz, hogy ott jól lehessen szerepelni, ahhoz ott kéne lenni folyamatosan. Tehát az, hogy innen néha, hogy ugorjál lesz, pénteken lesz egy fesztivál, gyere fellépni, az nem lehet úgy Budapestről, most Covid ide vagy oda megoldani. Ez szerinted menne a PIT Projectnek még jobban, ha valami székhelyetek odakint tudna lenni, hogy a, hozzam állatorvosi lónak a pit Persze. Tehát ez, egy... ez így van. Ezt erről beszéltem, pont Brian Calvertsonnal beszéltem, hogy mi kellene ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni, és mondta, hogy ez. Tehát, hogy Ott lenni. az ember mondjuk egy koncertszervező ügynök számára polcol levehető ö, produktum legyen. Most pedig nem vagyunk polcol levehetők, hanem hanem hónapokkal előre Európából megrendelhető szállítmány vagyunk. Ne, hát igen. Ami igen. Más, más kényelmi és ö, egyéb ö, és ez független attól, hogy van lezárás vagy nem. Ha ez normálisan mennek to. a dolgok, akkor is szeretnék, hogyha le tudnának venni titeket a ez polcról. Persze. Zoli, az a baj, hogy elszaladt az időnk, és muszáj, hogy faggassalak a Faggass. jövőről egy kicsit. A Covidot most átugorjuk. Egyébként annyiban megegyeztünk az Olival, hogy tulajdonképpen jót tett, ahogy a zenésztársaknak, ahogy itt beszélgettünk, nekünk is jót tett ez a kis lenyugvás, amit hozott a Covid. Majd egyszer talán ezt is megbeszéljük. De muszáj a jövőről beszélni, és továbbra is hangfelvétel kiadói minőségedben faggatlak téged arról, hogy mi lehet a jövő. Értem ezt az evolúciót, hogy, hogy Edison Hanger, Bakelit Lemez, CD, MP3, az még fizikailag az enyém, aztán streaming, amit már nem látok, nem tudom, hol van, felhőben van, és akkor most tényleg az jön, mint az Elon Musk, hogy egy csipet beültetünk, és majd streamelem a gondolataim. Mit, mit, mondasz, mint hangfelvételkiadó? kiadó? Van még itt mit keresni? Hát én azt mondom, hogy van, és nem a... Mm, tehát Na, én, a zenére kell koncentrálni. Úgyis az fog dönteni. A, a divat, tehát nem tudok más mondani, mint a saját filozófiámat no. elmondom, aztán az idő eldönti, hogy ez jó-e valamire, vagy nem. Nagyon hangsúlyosan nem, ugye ez, ez nem jó, vagy rossz. Én így gondolkodom. Én úgy gondolkodom, hogy a zenének kell jónak lenni, és a technológia majd mellette lesz, amelyikkel ezt el lehet juttatni a hallgatókhoz. A divat áramlatokra megint csak nem nagyon tudunk Ráhatással lenni viszont a mai technológia lehetőséget ad arra, hogy ha valamilyen jó zene születik valahol, akkor meg lehet találni a világon azokat az embereket, akik arra vevők. És tulajdonképpen ma egy kiadónak, menedzsernek az a dolga, hogy ezt megtegye, hogy ebbe segítse a zenekart de ez egy kicsit, most már tényleg a bónusz kérdés, ez egy kicsit azért tű a szénak az alban, mert mondtam az előbb, hogy ahogy neked lehetőséged van bárkinek írni, kis Jóska a saját szintetizátorral feljátszott dolgával is keresgélhet, tehát hogy sokkal nagyobb a merítés, nincsenek szűrők, mint a nagy major kiadók esetében, hogy jó van fiam, te ezt még ne add ki, mert ez még nem olyan, tehát hogy azért nem olyan egyszerű, a lehetőség az, az, az tényleg tű a szénak az alban, nem? Igen, de de, de igen, használunk szűrőket, tehát mi is szűrők vagyunk, a zenészek is szűrők, eleve megválogatjuk, hogy kivel dolgozunk. Az eleve egy minőséget, valami, egy minőségi minimumot ugye jelent. A, a, hogy mondjam, be kell építeni azokat a szűrőket a folyamatba, akik garantálják azt, hogy a végeredmény az jó legyen. Meg kell mutatni ilyen producernek, olyan producernek, ilyen hangmérnöknek, olyan hangmérnöknek. És van ugye az egésznek egy olyan dimenziója, hogy az egész alkotási folyamatnak, ami, amit nem lehet eléggé túlbecsülni, ez pedig az ízlés. Hát valahogy kicsit a hallgató szemszögéből nekünk olyat kell, addig kell faragnunk azt a zenét, ameddig olyan nem lesz, amit mi bármikor saját magunk is szívesen meghallgatunk, és, és, és jó érzés, hogy mit csináltuk. Hát Zoli, ez egy nagyon szép végszó, azért örülök egy kicsit, ezt mutatom az idézőjelet a hallgatóknak, azért örülök, hogy itt elvágik a beszélgetés, mert titkon azt remélem, hogy a mi hallgatóinkban marad egy kis hiányérzet, hogy még mennyi mindent hallgattak volna meg, és esetleg billentyűzetet ragadnak, írnak nekem, vagy írnak neked, hogy szívesen hallgatnánk még ilyen jellegű beszélgetéseket, mert hisz lenne még miről beszélni, de talán egy kicsit rávilágított ez arra, hogy vannak egyfelől a zenészek, akik az előző 19 epizódban szerepeltek, és azért az még mindig nem elég, tehát kellenek olyanok is, mint te. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy feltetted a koronát a modulátorok sorozatra a, a jelenléteddel. Most már kiderült, és most már elmondtam több korábbi epizódban is, hogy lesz még egy ráadás epizód, egy olyan szereplővel, akinek helye van ebben a sorozatban, de én neked nagyon megköszönöm. Ha lesz Mert... még ilyen lehetőség, akkor hívunk majd, de mondd, nem akarom belét folytani. Hát, nagyon szépen köszönöm köszönöm, hogy itt lehettem. Azt is külön köszönöm, hogy beválogattál a meghívottak közé, és azt is, hogy ilyen, hogy mondjam, korlátok nélkül beszélhettem. Ne vicce, hát ez alap nálunk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatta bármelyik epizódot ebből a sorozatból. Most már így a feliratkozást talán nem erőltetem annyira, bár mindenki azt szereti, ha jó sok feliratkozója van, de ez egy véges számú podcast sorozat. Ez 20 plusz egy epizódból áll, de én nagyon melegen ajánlom bárkinek, aki szereti a zenét és érdeklik a fiatal művészek gondolatai, az hallgassa meg mindegyiket, vagy amelyik tetszik neki, vagy amelyik név érdekes, de mindenhonnan szedhet magára valamit. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, aki hallgatott minket, valamikor biztos, valamilyen formában találkozunk még. Sziasztok! Modulátorok! Modulátorok!